Négy és fél hónap bezárást követően a Vosinszky-Mor megyei múzeum kiállításai újra fogadják a látogatókat, és ezzel együttesen a zárás miatt elmaradt programokat is bepótolják, mondja Ódor János igazgató. Részben a múzeumi esték sorozat előadásai maradtak el, másrészt pedig a Történelmi Filmklubnak a filmvetítései sorolandók ide, de ezen kívül kiállításnyitókkal is készültünk, és várjuk a kedves látogatókat. Ebből már egy meg is valósult, most múlt szombaton Hence Tamás festőművész kiállítása nyílt meg. Ezt fogja majd követni május 18-án a Múzeumi Világnapon, Vosinszky emléknap keretében a Sárköz embere, Bogár István életét bemutató új időszaki kiállításunk. 100 esztendeje született a Sárköz jelentős kutatója, akit helyben nagyon sokan ismertek, és nagyon fontos, jelentős alakja a Sárköz kutatásnak. Úgyhogy ez a két kiállítás van. Az előadás sorozatok közül pedig már a második eseményre került sor. Mint a címből látjuk, ugye Bécstől Budáig, tehát egy 3-4 éves időszakot fog felvenni az előadás. Az az igazság, hogy kicsit messzebbről kell indítani ezt a történetet, mert hogy Bécs ostrobát nem lehet megérteni, hogy ne tudnánk, hogy mi zajlik Európában. Ugye, és a kettő szorosan összefügg egymással. Ugye ez 1648-as Európát látjuk. Domokos György, a Hadtörténeti Intézetnek a kutatója, a török aloli felszabadító hadjáratoknak a várostromairól, különös tekintettel Bécs 1683-as ostromáról fog majd beszélni, de ezt követően Herman Robertet is várjuk, aki több alkalommal is megjelent már nálunk és tartott előadást, most éppen az amerikai észak-dél elleni polgárháború időszakából két ostromot fog kiemelni, és legvégül majd Háner Péter Basti ostromáról fog tartani előadást. Úgyhogy azt gondolom, ezek mind érdekesek, jó előadókkal, általában szerdánként 14-15 órás kezdettel várjuk a kedves látogatókat. Itt van Hollandia, ugye az első polgári köztársaság, amelyik ugye kereskedő nemzet lévén. Ugye az első gyarmatét is ebben az időben szerezte, a Kelet-indiai társaság, amelyik szintén ebben az időben jön létre. Itt van Spanyolország, amelyik ugyebár korábban Európa vezető hatalma volt. Most már csak az árnyéka önmagának. Ha a dolgozókat nézzük, akkor múzeumvezetésnek az is célja volt, hogy egyrészt, hogy munkát tudjunk adni, és szakmai munkát minden múzeumi dolgozónak, és így adatbázis feltöltésbe haladtunk elég jelentősen, de ezzel párhuzamosan az is egy szándék volt, ha már az élet így hozta, akkor nagyobb online jelenlétet mutassunk meg magunkból, úgyhogy emiatt is voltak különféle honlapunkon, illetve közösségünkben, oldalainkon látható különböző megjelenések. Ettől függetlenül tartottunk kabátos tárlatvezetéseket a nagy hidegben is, úgyhogy valahogyan azért megpróbáltuk ezt úgy átvészelni, ezt az időszakot, hogy a jusson és maradjon el is, érvényre jusson. Az intézményben egyébként felújítás is történt. Ez egy pályázati pénz, Magyar Géniusz program keretében egy vándorkiállítást fog majd a múzeum fogadni szeptember 20-áig. A múzeum földszinti két nagy termét, illetve folyosóját újítottuk meg. Ebbe került egyébként most az a Hence Tamás festménykiállítás, majd itt fogjuk fogadni a júniusban múzeumok éjszakáján Omega 60 kiállítást, és majd ősszel fog ide érkezni ez a Géniusz vándorkiállítás, ami a vidéki múzeumoknak a kincseit foglalja össze.